Éjfélkor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Zrínyi utcában kigyulladt egy romos épület, egy 45 négyzetméteres vályogház több szobája és tetőszerkezete égett. A tűzoltóknak az oltáshoz a tetőt is meg kellett bontaniuk, az épület mennyezete részben leszakadt. A szomszédok megdöbbentek a tűzeseten. Én megmondom őszintén, elmentem megnézni az udvart, ott a tűznek a eseményét láttam, ahogy leégett ott félig az udvar, meg a tető szerkezet, hogy meg van bontva. Én ennyit láttam. A 20 négyzetméteren pusztító lángokat egy órányi oltás után sikerült megfékezni. A tűzoltók munka közben találták meg az ott élő idősasszony holttestét. Egyelőre vizsgálják, mi okozta a tüzet, de nem zárható ki, hogy egy kályhából kipattanó szikra okozta.